Folytatódnak a szigetelési munkálatok elsőként Újvárosban, majd Sárberekben és Dózsakertben is. Schmidt Csaba sajtótájékoztatóján az épületenergetikai program aktuális beruházásairól beszélt. Az épületek kivitelezése zajlik, hiszen az elmúlt időszakban májusban hirdettük meg a pályázatot, ahol a társasházak pályázhattak arra a 25%-os visszanemtérítendő és a 25%-os kamatmentes hitelre, hogy szigetelést is el tudjanak végezni az épületeken, és ezzel akár egy 40-50%-os megtakarítást is el tudjanak érni a távfő ára vonatkozásában. Ezen nagyon sok társasház indult, összesen 120 millió forint támogatás megszavazásáról döntött a város önkormányzata, és ezeknek a felhasználása történik, hiszen az a célunk, hogy a lehető leggyorsabban lebonyítsuk. Májusban adták be a társasházak a pályázatot, és azt szeretnénk, hogy a fűtési idényig meg tudjanak valósulni ezek a beruházások, hogy a sajtóanyagban is szerepel, nem csak itt a Mátyidak úton történnek beruházások, hanem Sárberekben és Dózsakertben is folyamatban vannak kivitelezések, hiszen az a célunk, hogy minél hamarabb ezeknek a forrásoknak köszönhetően megtakarítást tudjanak elérni a tatabányai családok. Azért itt tartottuk a sajtótájékoztatót, mert ez az első 10 emeletes épület, amely a programban részt vesz, a Mátyidak út 99-100. Ez egy 24 millió forintos munka összességében ennek az épületnek a homokzati szigetelésének az elvégzése, és ezt a munkát az Örfi BT, mint tatabányai vállalkozó nyerte el, ő végzi mögöttem látható gépekkel. Ezek a gépek akár 10 emeletes magasságban történő biztonságos munkavégzést is lehetővé teszik, ami nagyon fontos mindannyiunk számára. A társasház homlokzati szigetelése 24,4 millió forintba kerül, melyhez az önkormányzat közel 12 millió forint támogatást nyújt, 25%-a a beruházásnak, mintegy 6 millió forint visszanemtérítendő támogatás, és 6 millió forint pedig kamatmentes kölcsön, amelyet a lakók 5 év alatt fizetnek meg. A további források a lakóközösség részét képezik. Ez hitelből és megtakarításból áll össze. Megfelelő időjárás esetén még idén befejeződhetnek a munkálatok, amennyiben nem, akkor a színezésre tavaszig várniuk kell a lakóknak.